Hatalmas molinó hirdeti a megújult Salgótarjáni vásárcsarnok homlokzatán, hogy újra megnyitotta kapuit az intézmény a vásárlók előtt. A közelgő húsvétre való tekintettel született az a döntés, hogy a próbaüzem keretében már a hivatalos átadót megelőzően is újra régi helyükön, a vásárcsarnokban várhassák az árusok az ünnepi bevásárlásra érkező lakosságot. Már első nap is szép számú kereskedő költözött vissza, többek között zöldséggyümölcsösök, húsosok és számos őstermelő is várta a vásárlókat a nyitás napján. A kereskedők visszaköltözése természetesen folyamatosan zajlik majd a következő időszakban. Ez a barkácsbolt is hamarosan újra nyílik majd a vásárcsarnokban megújult üzlethelyiségében. Mivel próbaüzemről van szó, ezért a piacigazgatóság korábbi felhívásának megfelelően a normál működés mellett néhány munkással is találkozhatnak még a vásárlók a következő napokban. Ők kisebb garanciális javításokat és az utolsó simításokat végzik a különböző teljesen felújított, illetve újonnan telepített rendszereken. A piac ünnepélyes átadása március 28-án csütörtökön lesz.